Az idősebbek és a hölgyek még mindig tudatosabban vigyáznak az egészségükre, mint a férfiak, mondja az egyik gyáli házi orvos, aki az aktuális megbetegedésekről, a főbb tünetekről, az influenza és a tüdőgyulladás elleni oltóanyag igénybevételéről is tájékoztatott. Nagyon sokféle vírussal találkozunk mostanában. Elvileg úgy tudjuk, hogy ami most zajlik, járványszerű betegség, az még nem az influenza. Van egy felső légúti vírusos betegség és egy gyomorbélvírus, amilyen enterális tünetekkel szövődik. Ezek általában gyorsan tüneti kezelésre múlnak. Ritka a szövődmény. Az influenzás megbetegedések azért veszélyesek, egyrészt nagyon magas, súlyos tünetekkel jár, és súlyos szövődmények alakulhatnak ki. Nálunk bevált szokás, hogy az influenza elleni oltást adjuk, igénylik a betegek, épp néztem a számítógépbe, hogy 2001 óta minden évben megkapják a betegek, idősek, foglalkoztatásukba veszélyeztetettek, és kérik, adjuk az oltást, szövődményt nem észleltünk egy oltás után sem, és hát várjuk, vagyis idézőjelben nem várjuk, de az influenza most fog beköszönteni, de úgy gondoljuk, hogy a mi betegeink nagy része védve lesz, ha nem is a betegségtől, de a szövődményektől, és még elmondanám azt, hogy van tüdőgyulladás elleni oltásunk, ami egy időben adható az influenza elleni oltással. Kétféle van, van egy új oltóanyag, ami egy életre szóló védettséget ad egy oltással. Van a másik, amit ismételni kell, ezt is szoktuk ajánlani, és élnek vele a betegeink. Most is nagyon sok oltást már beadtunk. Mennyire tudatosak a magyar állampolgárok itt, főleg itt a gyár környékiek? Továbbra is az idősebbek, illetve a hölgyek a tudatosabbak? Tehát mi ránk férfiakra ennyire ez nem jellemző, azt hiszem. Igen, a férfiak kevésbé félnek, csak mikor megtörténik, akkor nagyon betegek. Egy gondunk van vele, hogy a médiában itt-ott elterjednek olyan dolgok az oltásokkal kapcsolatban, nem csak a felnőtt, hanem akár a gyermek-csecsemő oltásokkal szemben is, ami zavart kelt a betegekbe. Én úgy gondolom, hogy ennyi év után vagyok olyan kapcsolatban a betegekkel, hogy nekem hisznek, és elfogadják a nagy többségbe, ha ajánlom az oltást. Abban igaza van, hogy a férfiak kevésbé élnek vele. Szoktam is mondani, hogy ha nem oltatja be magát és beteg lett, felesége kiteszi a kutyaolma, hogyha nem adta meg az oltást magának. Még egy-két jó tanácsot adjon itt a riport végén. Ugye most száraz, hideg napokat élünk, kevésbé élnek meg gondolom a baktériumok. Igen. Hogyan tovább, mire figyeljünk oda? Hát egyrészt az öltözködésre, ami azt jelenti, mert sok beteg van, aki bent a fűtött lakásból kiszaladt, ha csönget a postás, vagy jön valaki. Azt nem szabad csinálni, hogy ugyanabba az öltözékbe kimenjünk. A másik az étkezés, vitamindúsan étkezni, ilyenkor jó hatásúak a gyógyteák. Ezeket ajánlanám, meg az, hogy ha, hát ami kevésbé megoldhat, hogyha valaki beteg lesz, én mindig mondom, hogy kéne egy 3 napot orvos nélkül adni a betegeknek, hogy kikurálják magukat, erre nincs mód. Nagyon féltik a betegek a munkahelyüket, ez is egy nagy probléma, hogy elmennek betegen is, és akkor jön a szövődmény, de ez ellen sajnos nem tudunk mit kezdeni. Az egészségügyi központban járva a gyáli szakrendelések aktuális helyzetéről is érdeklődtünk. A főigazgató főorvos miközben a súlyos problémákat sorolta, a megoldás keresésről is beszélt. A kórház heti 112 órába vállalta, hogy állakosainak szakrendelés szakellátást biztosít. Szeptemberben ez az óraszám lejjebb ment, most a 60
órát se érjük el, tehát úgy néz ki, hogy az az arány, amit a kórház teljesít, 50% alá ment. Péntekenként megszűnt a nőgyógyászat rendelés, nincsen, csak hétfő kedden. Hiányolják betegeink, hogy 5 napig nem tudnak nőgyógyászati vizsgálatra jönni, vagy gyógyszer feliratni. Gondok vannak egyéb rendelésekkel. 2 heti 2-re szerződött a kórház például szemészettel, 1 rendelés van, gégészetből is 2-nek kéne lenni, 1 rendelés van, minden csütörtökön a gégészeti rendelésen. Nagyon nagy tömeg van zsúfoltság emiatt, hogy nincs meg a 2 rendelés. Ortopéd szakorvosunk már 4 év óta nincsen, ígéreteket kapunk rá, hogy lesz, nem történt változás, de lényegében itt a fizikoterápia és a labor kivételével minden szakrendelésünknél orvoshiány van és kevesebb rendelés, ami a zsúfoltságot neveli. Megoldás várható a közeljövőben? Tárgyaltunk a Délpesti Kórház főigazgató úrral és a vezérkarával. A megoldásokat január közepére próbáljuk kidolgozni. Lényegében az a helyzet, hogy az orvosok számát növelni kell, és a rendelési időket, amiket a kórház vállalt, be kellene tartani. Polgármester úrral erre kértünk ígéretet a kórháztól. Január közepére lesz valamilyen válasz, meglátjuk. Még egy témánk van, ez pedig a védőnői szakszolgálat. Átköltözött ide az egészségügyi központba. Megtalálták a helyüket? Belakták már az épületet? Szeptember 12-e óta a védőnői épület felújítása miatt a védőnök a József Attila egy szám alatt az emeleten foglalnak helyet. Létrehoztunk egy védőnői dolgozószobát és 2 tanácsadót. A 2 tanácsadóval már egy pici bővítés is történt, tehát 1 nap 2 védőnő tud tanácsot adni, és tudja fogadni a hozzájuk fordulókat. A betegek is lassan kezdik megszokni, tehát én úgy érzem, hogy a betegek még lassan, de a védőnök már jól érzik magukat, és örülnek, hogy jó helyen dolgozhatnak. William.